mind a bokrot. Szevasz, Laci! Azt hittem, hogy jók voltak a jogok? Kurva jók. Ez oroszok. A Szabanis öregem egyedül megverte, lerendezte az egész. Meg a Marcsulanis. Megvan. Hallod? Hát bejelentették, tudod, minden évben van az amerikai vásárcsapatban. És egy az egyben, tudnélik, ez a csapat a kieső helyen állt. És ez fog soha először. Bejelentette egy Szabanis. Mindenki így nézett. És? Mindjárt kivitették Amerikába, és öngyógyították meg. Hát az amerikai edző ezért vett a nyálát, hogy gratulálok az orvosainknak, de elvettek egy aranyérmet. Szóval se, hát az amerikaiakat is ő verte meg. Egyedül azt láttam, azt néztem, azt egyedül. Akkor Kurtina is vagyok játszott. Meg a Volkov. Szuper volt. De Volkov megint miket csinált. Ezek a szarházak, amit csináltak, hogy így vettek, de ez nem dob sok pontot, de fel a mezőnyát. Ilyen meccset. Hát de milyen emberek ezek? Dohányoznak, isznak meccselőt? Hát nézd már. Hol lesz itt meccs? Gyerekek, 16. Luxboli meseli. 16 év. Ennyire, ennyire már nem vagyok. Most énekelj. Díjak lesznek megint, Pierre? Díjak, elő vannak készítve? Díjak, ki vannak készítve? A legjobb gollövő, legjobb csapat, legjobb kapus. És a legszebb szurkoló. Úgy, bizony. Bőrkötény? Hogy a Géza vagy én nyerjük. Bőrkötény van? Én az játék, bíz! Itt nálam van, szólj, mikor hagyd a bírói páros? Három nem játszani akarsz? Lehet neked? Biztos? Sőt, mondták, hogy sokat kell mozogni. Három pontot, akkor már kiestek. Tényleg? Akkor nem volt ez olyan komoly dolog. Felemelik a bajnokságot. Megijesztetted egy kicsit a családot. Nem, hát én ma én is megijesztem. Még két hét is van mögöttük. Nem olyan komoly ez. Most van a Fradi ott. Nem szabad elhagyni magát szemben. Még na jó, persze. Majd most az akó, és akkor ott lesz, ahol a helyen, mert ez a Fradi. Ez a gyógyszer. Ez is a gyógyszer. Sokat mozogni. Konyakot kell inni. Meg a Luxba játszani sokat. Kiabálás nélkül. Nem? Olyan nincs. Olyan nincs. Ezentúl ez lesz. Akkor ezek az emberek már halottak, ha nem beszélnek. Igen, lesz a tévében, és este híradóban figyelünk, híradóban lesz. Laci bácsi, főbeszélés most lesz. Majd este Bokodi Béla bejátsza. Hát, ha jó meccs húztam, úgyhogy ez a csapat jó lesz. Ebben a meccsben. Így, hogy vagyunk, így, hogy vagyunk, Péter. Pien. Hogy ebben a meccsben vagyunk, úgy kezdve. 14-en fognak játszani a lilák. Lehet, hogy a bírókat így lilába öltöztetek. Így kezdünk. Most végig pásztázunk a közönség sorain. De ez éjjel megérzőszű lesz, mert nem fekszünk, mert kezdődik. Az évtized bírója. Ez 1000 méter. A legnagyobb. Aki majdnem kiejt minket az NB1-be. Charlie, igaz az, hogy ki akarod ejteni a Luxot? Ezt pegykázzák már régóta. Azt mondják. Charlie, ki akarod? Az állapokat védkéne! Gyerekek, háromszor a lux. Azokra nagyon fény van, azok sötétek. Egy, kettő, három. Lux. Gyere, Laci. Yeah. Most a kamerának egy. Félit is húz be. Kamerálni. A lux marad, menj gyerekek. Fel vagy. Miért vigyázzak, mamá? Sörök, ne ott van. Jön a vadállam. Én nem megyek. Hol van? Én annyit dolgoztam. De hova? Én nem mászok így. Jön a vadállam! 40-kor lesz még a híza. 17 perc. Nincs itt a doktor, itt van? Itt van. Nem, a fehér még a piros ellened van. A közi ellened van. Van másik közötte is nálad, Laci? Igen. A fehér még a piros van egy. Te is fehér vagy. Ez sötét, nem fehér. Bunkő.
Ott van a labda, megy tovább! Márko! Már visszafelé majd! Mi van a Józsiba, gyerekek? Álljál! Zsibi, zsibi! Álljál! Térded? Jó, hagyjad tesszük. Nem melegítettél be, bazd meg. Na persze, nem. Péter, gyerünk, gyerünk, mondd is ott! Tessék, kiegészít a csapat!